Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Valóban Donald Trump lenne a béke garanciája, hogy Orbán Viktor mondta, és vajon miért vesztett támogatókat a Fidesz többek között? Ezekkel a kérdésekkel fogunk ma foglalkozni. Köszöntöm Önöket, ez itt a Feedback, én Jakab Balázs vagyok, és köszöntöm vendégeimet, Cutor Zoltánt, műsorvezető énekest, és Pityinger László Dópment. Sziasztok! Sziasztok! Hello, szia! És akkor kezdjük itt rögtön ezzel az Orbán-Trump találkozóval. Tényleg Trump lenne a béke elnöke, és mit jelentene Magyarországnak egy újabb Trump elnökség? Én azt tudom, hogy nagy valószínűséggel, nem ezt tudom, de nagy valószínűséggel ő fogja nyerni az elnökséget. Azt tudom, hogy ez egy nagyon fontos hívószó az Egyesült Államokban is, hogy a katonákat hazahívja, hogy nem avatkozik be külföldön, és ezért egyébként ő hajlamos akár egyességet kötni, akár Putyinnal, sőt a Kim Jong-unnal is hajlandó egyességet kötni, tehát Észak-Koreával is, vagy bármilyen elnyomó rendszerrel. Azt nem tudom, hogy ez majd mennyire szolgálja az Egyesült Államok tőkéseinek az érdekét, mert hogyha az ő érdeküket az szolgálja majd, hogy háború legyen, és lehessen önteni a lóvét a fegyvergyártásba, a szállításba, eladásba, akkor valószínűleg ő is kitalál majd valamit. Tehát ő van annyira, pont van annyira opportunista Trump, hogy ezt felülírja. Amit még nagyon fontos megjegyeznem, hogy nagyon-nagyon sok republikánus van az Egyesült Államokban, aki inkább hagyományosabb értelemben veszi a republikanizmust, és egyáltalán nem trumpista. Tehát Trump nyilvánvalóan populista. Ő ebből nem is csinál titkot, hogy ő populista. És hogyha nagyon egyszerűen így a 21. századi populizmust meg lehet fogalmazni, egy amerikai republikánus is barátomtól, aki több mint 30 éve barátom, tőle kölcsönzöm ezt a gondolatot, vagy ezt a meglátást, megállapítást. Azt mondta, hogy 2016 előtt az nyert választást, aki féken tudta tartani az őrültjeit. 2016 után pedig az, aki bátran, szabadon engedi őket. Dopman? Hát elnézve a demokrata kormányzást, akkor az őrülteket nem nagyon sikerült fogva tartani. Ja nem, pontosan erről van szó, tehát 2016 után lett Biden is elnök. Igen, ő is azért, mert valószínűleg ott is a BLM, a meg az őrülteiket engedték el. Igen, ami ott történik, tehát azt nézem, hogy általában Hollywoodot manifestálja a világ, és nem tudom, tudjátok-e, de készül egy Polgárháború című film Amerikában. Még csak film. Már van trélere. A Trumpot illetően én azt gondolom, hogy azt mondjuk, hogy valaki populista, politikában szerintem mindenki populista, aki ott van. Sőt, a popzenészek is populisták. Az egyértelmű, csak én általában, nem szeretném a politikát. Aki tömegeket irányít, azok populisták. A királyok is populisták voltak. A demokráciát is a populizmussal lehet eladni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen első vonal, ami mögött megfogalmazhatunk politikai célokat. Én a Trumpot nem látom ilyen tragikusan a többi amerikai elnöknek a fényében, tehát az elvehetetlentől, hogy az Ábrahám egyezménnyel ugye békét teremtett akkor a Közel-Keleten, Koreák között elindította a tárgyalásokat. Tulajdonképpen egyetlen amerikai elnök volt a közelmúltban, aki alatt nem indult háború, és mivel rokonságom és családom az egyrészt Amerikában él, és ott vállalkozóként dolgozik, illetve hát 1975 óta nagybátyám ott van. Tehát alatta a gazdaság is fejlődésnek indult. A Covid kapcsán ott ugye a Fauci-nak az ügyködése folyamán nem túl jól vette a kanyart, de szerintem ott is volt egy természetes ráérzése arra, hogy azért nem minden úgy néz ki, ahogy ez le van írva, vagy el van mondva. Természetesen ne feledkezzünk el arról, hogy itt a világvezetőinek nevezett politikusok állandó kapcsolatban állnak a multikkal, a fegyvergyárosokkal, a gyógyszergyárosokkal, és hogyha már ugye demokráciákról beszélünk, az Amerikai Egyesült Államokban tulajdonképpen legitimizálva van a korrupció, csak ott lobbynak hívják, ugyanis a
különböző szenátorok azok valamilyen lobby érdeknek a folytán kerülnek a de mennyire más, hogy ezt nyilvánosságra kell hozni, és átláthatónak kell lenni ennek a dolognak az lényegi különbség. Hogy mennyire átlátható a felől, vannak kétségeim az Egyesült Államokat illetően, hogyha abba belegondolunk, hogy a régen kormányzat például támogatta a kokainkereskedőket, hogy a kontrákat fegyverrel tudják ellátni, és aztán a saját országára idézett egy crack epidémiát. Szóval azért az Amerika Egyesült Államokkal kapcsolatban mindig vannak kérdések, de az tény, hogy Hollywoodban nagyon szép az élet, vissza a Trumphoz. Én azt gondolom, hogy ő egy ilyen pragmatikusan gondolkodó üzletember. Tehát nem fogja megtagadni magát, a politikát is üzleti alapon fogja megközelíteni, és mivel Amerikai Egyesült Államokat, mint egy céget képviseli tulajdonképpen, ezt a céget akarja a lehető legjobb pozícióba helyezni, és ezt a saját meglátásai alapján oldja meg. Láttuk, hogy békére törekvő, tehát de emellett érdekvédő is volt Kínával szemben, de nem akart túllépni a békének a keretein, sőt igyekezett fönntartani az üzletmenetet, mert ez egy globalizált világ, ezt mindig elfelejtik. Tehát amikor olyan hangosan kiállunk, hogy itt vannak a jók, itt meg a rosszak, csak egy picit kell kapargatni, és látjuk, hogy a jók meg a rosszak folyamatosan üzleti kapcsolatban állnak egymással, és kereskednek. Szóval én azt gondolom, hogy a béke az most már a világnak az érdeke. Én abban talán Zolival egyetértünk, hogy a Covid alatt egy olyan helyzetbe keverték a világot, ahol elkezdődött egy paranoia, egy világméretű paranoia. Ennek vannak társadalmi... Hát a legékesebb bizonyíték annak, hogy a félelem legfontosabb politikai és üzleti termék most. Így igaz. Gazdasági hátrányai, és természetesen a társadalom is elkezdett negatív irányba mozdulni. Na most azért rengeteg pénz van a fegyverbe, meg a gyógyszerekben is, de azért leállítani az ügymenetet nem lehet. Tehát előbb-utóbb, ha az elit oda kormányozza a hajót, hogy elsüllyedjen, az elit is elsüllyed vele. Tehát azt gondolom, hogy a Trump, akár magyar, akár béke szempontból most a lehető legjobb választás, hogy aztán, hogy az amerikai helyzetben mi fog kiéleződni, ebben én nem látok bele, de meg fogjuk látni. Orbán Viktor azt is mondta, hogy az amerikaiak azért néznek fel ránk, mert Magyarország megcsinált olyan dolgokat, amiket ők is szeretnének, csak nekik nem megy. És hosszan beszélt arról, hogy Magyarország mennyire ellen tud állni a globális trendeknek. Tényleg ennyire szembe megy a kormány ezzel a globális mainstreammel? Itt most gondolok akár az ukrajnai anyagi támogatásokra, hogy ez egy retorikai fogás, vagy tényleg Orbán Viktor ennyire szembe tud menni? Azt gondolom, hogy a szándék az mindenképp a szembe menetel, és nagyon, nagyon jó, hogy Orbán Viktor mondta ki, és nem másnak kell, vagy Orbán Viktor ismeri azt, hogy tényleg nagyon-nagyon sokban különbözik az, amit ő képvisel attól, amit akár csak a Trump féle, akár még a legpopulistább vonatkozású törekvés. Tehát Amerika az egy ugye republikánusokról van szó, tehát Trump a republikánusok elnök jelöltje lesz. Ugye a köztársaság pártiak, Orbán Viktor azzal stabilizálta, azzal betonozta be magát, hogy a köztársaság intézményeit effektíve felszámolta, elsúlytalanította, jelentéktelenítette. Nagyon nagy különbség, ilyet az Egyesült Államokban kizárt dolog, hogy meg lehessen tenni. Ez azért nagyon nagy stabilitást is ad annak a rendszernek. Nyilván a több száz éves alkotmánya, amihez nem nagyon sokszor kellett hozzányúlni, és az egy olyan alkotmány, ami azt szabályozza, hogy az állam mit nem tehet meg, tehát az embereknek az önrendelkezést, a szabadságot és a versenyt, ugye ezen van leginkább hangsúly, mert ugye ettől működik az az ország, és mondhatjuk azt, szerintem is botorság azt mondani, hogy vannak jó országok, meg rossz országok, de azt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy igenis vannak a világnak, van a világnak egy működő része, és egy kevésbé vagy döcögve működő része. A verseny, az egymásba vetett bizalom, és még sorolhatnék sok ilyen dolgot, ami nagyon-nagyon fontos feltétel annak, hogy működjen egy ország, és ebben a tekintetben viszont össze lehet hasonlítani, és szerintem leglátványosabb az, hogy valójában mindenki melyik országot tartja jónak, illetve rossznak, az, amikor az egyébként
mondjuk a nyugatot, vagy az Egyesült Államokat rendszeresen szidó, kétségbe vonó emberek hova küldik a gyerekeiket tanulni, mert nem Tadzsikisztánba, nem a Szovjetunióba, nem is Észak-Koreába, és még csak nem is Törökországba, vagy Iránba küldik a gyerekeiket tanulni, hanem bizony elküldik őket az Egyesült Államokba, elküldik Londonba, vagy éppen, ahogy most is lehet tudni, hogy több befolyásos kormány közeli, akár pártpolitikus, akár tanácsadó gyereke pedig svájci egyetemre jár. Tehát nem véletlenül nem a Lomonoszov egyetemre küldik őket tanulni, pedig elvileg az a Kánaán szerintük, és ugye, tehát hogy itt jön képbe mindig az, hogy ne azt nézd, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit csinálok, és az alapján, amit ők csinálnak, egyértelmű, hogy a kalapjukat emelik. A több száz éve működő, akármilyen kíméletlenül vagy kegyetlenül is, de ténylegesen működő nyugati, vagy ha úgy tetszik, nyugat-európai életforma és értékrend előtt. Én nem, az az igazság, hogy én nem gondolom, hogy itt idealizálni kell, vagy démonizálni kéne bármilyen országot. Vagy azt mondani, hogy csak Amerikában vannak jó egyetemek, meg Svájcban. Remek biztos egyetemek vannak Kínában, Japánban, nagyon sokan mennek Japánba tanulni, nagyon sokan mennek kelet felé, egyébként a távol-kelet felé. Egyáltalán nem igaz az, hogy a nyugati életforma bármi fölött állna, vagy bármivel tökéletesebben működne, mint bármi más. Hát az Egyesült Államok tulajdonképpen semmi máson nem dolgozik a másik világháború vége óta, mint hogy távol tartsa a feszültségeket és a problémákat az ország a határaitól, és ennek érdekében nem res bevetni bármiféle háborúnak a kavarását, keverését, kirobbantását, és ugyanúgy ahogyan meg... más nagyhatalmak is hasonló hát, jó, csak ezt azért mondom, de én ezt azért mondom, mert arról beszélsz, hogy Amerika egy ilyen milyen fantasztikusan működő világ. Nincs hát, fantasztikusan. Nincs fantasztikusan működő világ. Azt jelenti, hogy kifogástalan vagy tökéletes. Én azt gondolom, hogy az eredmények magukért beszélnek. Milyen tehát eredmények? Az, hogy hol milyen a gazdasági teljesítmény, hol milyen az ilyen szóval, a és hol milyen az emberek boldog. Hát az egész ország el van adósítva Kínának, az Egyesült Államok. És mennyivel boldogabbak ott az emberek? Jó, mennyivel boldogabbak az emberek, mint Törökországban? Nem tudhatjuk, hogy ez se tudhatom. Vagy éppen ész, akkor na, jó, itt de van, bocsánat, relativizálhatunk mindent. Hogy nem hagyott, hogy végigmondjam, amit akarok, és én szép csöndben megvártam, amit beszélsz. Tehát az a lényege, ne nyilatkozunk a törökökről, a törökök nevében, mert majd a törökök tudják, hogy ők mennyire boldogok. A kínaiak tudják, hogy ők mennyire boldogok. A magyarok meg tudják, hogy ők hogy élnek. Amerikaiak meg tudják azt, hogy ők mit csinálnak. De nem is ez volt a kérdés. Hanem az volt a kérdés, hogy az Orbán Viktor ugye mennyivel megy szemben a világtrendekkel. Ezt is meg kell érteni. Tehát itt az a baj, megint beállítunk egyes figurákat, hogy itt vannak a hatalmi elitek, és akkor azon belül vannak emberek, akik ki vannak zárva, meg teljesen ellene mennek, meg nem, meg az így csinálja, úgy csinálja. Magyarokat, Magyarország helyzetét távlatosan kell nézni, ezt jó ideje elkezdtem így nézni. 1526-ban volt egy mohácsi csata, ugye, amit elég csúnyán elvesztettünk, akkor is jól össze tudtak fogni a magyarok, úgy se lett volna sok esélyük, különben aktuálisan. Utána megszállták Budát, és három felé szakították ezt az országot. Ha nyomon követjük a történelmét, tulajdonképpen azóta minden vezetőjének a fő tevékenysége az az, tehetségtől függően, vagy szándéktól függően, vagy elvektől függően, hogy valahogy ezt az életteret működésképesen tartsa. Ez az igazság. Semmi másról nem is nagyon tud szólni a működésünk, mert állandóan különböző birodalmaknak a tömegei között vagyunk, és ezek egymással súrlódva, illetve egymással karöltve alakítják a világpolitikát. Itt egy 9,5 milliós nép van most már itt, jó, hogyha a határon kívülieket veszük, akkor legyen 14 vagy 13 millió. De hát, hogy itt az első számú cél, az csak az lehet, hogy megmaradjon ez az elsősorban nyelvében élő nemzet, és tudja érvényesíteni a maga érdekeit.
Amik aztán, hogy mennyire vannak azzal a igazságokon túl igazsággal szinkronba, ami egy mit tudom, spirituális törekvésnek lett az eredménye, arról most ne beszéljünk, mert itt szimplán politikai, meg történelmi, emberi történelem által diktált tényekről beszélünk. Most ha ennek a fényében nézzük, mindenki ezen küszködött. Ezen küszködött a, most ha csak a közelmúltat nézem, a Horthy, utána ezen küszködött a Kádár, aztán a izé, most meg az Orbán. Mindegy, előtte, hogyha a Gyurcsány, tök mindegy. Most, hogyha innen nézzük például a Kádárt, ilyen viszonylatban a Kádár rendszert, ő neki a szovjet birodalommal szemben kellett tárgyalni, érdeket képviselni. Nagyjából nem is volt olyan ügyetlen, hogyha visszatekintek arra, hogy például más szocialista országokhoz képest, hogy élhettem az életemet itt Magyarországon fiatalként. Na most itt is ez történik, tehát ugye ezért nem is talál csak az most ellenzék. Most már nem a szovjet birodalom most épp a német, részé, most a német római, nem szeretném, meg sokan nem szeretném. Most a német római birodalommal vívunk, de nem akarja senki, hogy oda tartozunk. Ez egy nem akkora, senki. Ez egy ferdítés, hogy, én például akarom, mit, hogy a szovjetekhez tartozunk. Ja nem, azt, hogy a szovjetekhez válaszolok. Tartozunk. Nem. Tehát az a lényeg, senki nem de akar nyilván. Itt az oroszokhoz tartozni, nem a kínaiakhoz tartozni, semmi. Pragmatikus gondolkodással nem zárunk le utakat, nem égetünk el hidakat. Ha vezető vagyok, én vezetek valamit, ez ugyan zenekarvezető vagy. Te a lehető legtöbb fesztiválra el akarsz menni fellépni. Tehát a lehető legtöbb emberrel, akik lehet, hogy teljesen más gondolnak a világról, mint te, teljesen másképp élnek, lehet, hogy ezernyi más ponton másképp gondolkodtok, de igyekszel velük barátságot ápolni, mert el akarsz menni a fesztiváljára fellépni. Az lehetséges, csak hogyha közben... Ugyanez történik itt is. Tehát itt van egy ország, ami egy minden szempontból kitett ország. Beléptünk egy Európai Unióba, ahova fölvettek minket provinciális területnek. Magyarán ide küldték a multiaikat, ebben mind a Gyurcsányék benne voltak, az összes politikai elit, sőt, mi magyar ahogy emberek is, mert megszavaztuk, ezt mondtam, az egész politikai elit. Az utóbbi 10 évben, vagy mit tudom, kormányzás alatt, ez egy szemszög lett, hogy próbálják ezt az idézőjelbe vett szuverenitásunkat erősíteni. Ez egy érthető törekvés, de ez nem azt jelenti, hogy fogjuk magunkat, azt mindenre nemet mondunk. Nem, ez arról szól, hogy húzd, ereszd. Ezt ki hogy játsza? Ezt az Orbán valamilyen szintig próbálja húzni, aki vele szembe áll társaság, azok pedig a totális eresztés. Tehát, hogy ezt a kormányzás például csak szuverén irányból lehet kritizálni ezt a törtetését illetően. Most, hogy ezt hogy csinálja, vagy hogy nem csinálja, most erre nem akarok véleményt mondani, csak fölrajzolom a képet. Tehát nyilván történnek alkuk, amikben vagy nyerünk valamit, vagy nem. Na most befejezvén az egészet, egyébként látható a nyugati birodalmi törekvés is, amit amerikai, a Bidenéknek a sugallatára történik, meg látjuk az egészet, hogy például a vétót azt most precedens értékek kicsavarták egy országnak a kezéből, Magyarország kezéből. Tehát itt is ugyanolyan központosító jellegű politika zajlik a nyugat-európai történetben, csak más ideológia mentén, máshogy, de közben minden össze is ér. Tehát itt nem lehet ideológiából, meg eszmékkel politizálni. Sajnos ennek vége van. Ez egy idejét múlt történet. Ki a gyakorlati és a legjobb vezető? Zoli? Hát meg lehet így is közelíteni, de hogyha szerintem nagyon is muszáj valamilyen ideológiai meg erkölcsi alapnak lenni, mert egyébként miért élünk, hogyha ez nincs? Tehát akkor mire való az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, mire való akár bármelyik vallás azon törekvése, hogy minden emberi lény egyenlő, és a boldogság mindenkinek jár, így is meg lehet közelíteni. De hogyha azt mondom, hogy pragmatikusok vagyunk, akkor viszont legyünk tényleg pragmatikusak. Akkor az hogy van, hogy az utóbbi 15-20 évben élen álló kelet-közép-európai országból gyakorlatilag Magyarország sereghajtó lett, tehát se szeri, se száma azoknak a felméréseknek, ami azt mutatja, hogy dőlnek be magyar informatikai vállalkozások, és hogyan maradnak le
nagyon, nagyon világosan és egyértelműen a versenyhelyzet teljes felszámolása miatt. Tehát nem alkalmas emberek, hanem valakikkel jó barátságban lévő emberek nyelnek el, nem csak autópálya meg hídépítéseket, hanem olyan beruházásokat is, vagy éppen olyan fejlesztéseket, amik mondjuk informatikai, vagy teljesen mindegy, hát a gazdaság egyéb területén. Tehát az van, hogy ezt teljesen ki, tehát így nem lehet működtetni sikeresen egy országot. Én azt gondolom, hogy ha ez érvényes, amit itt a Laci mondott, akkor viszont meg kell nézni, hogy mi a gyümölcse ennek a hozzáállásnak. És hogyha azt látjuk, hogy ennek az a gyümölcse, hogy kétségbejtő lemaradásban vagyunk egyre inkább, akkor újra és újra felül kell vizsgálni, hogy ez valami jó döntés volt. Abban egyetértek, hogy nyilván nem, semmilyen ajtót nem kell bezárni, sőt, nem szabad. Én a mai napig nem értem például, hogy akár a sportban, akár kultúrában mi ez az elhatárolódás az oroszoktól. Én nem tudom felfogni, mert én azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb döntés, és ezzel a nyugat a saját erkölcsi alapját gyengíti, hogyha mondjuk a sportolókat, vagy éppen az orosz kulturális termékeket bármiről is kizárja, hiszen szerintem pont ez lehetne a garanciája, vagy az áloga annak, hogy közelebb hozzuk a megbékélést, már hogyha egyáltalán bármi esély van ilyesmire, de azt gondolom, hogy nem, hogy lehet bármiről álmodozni, meg lehet spekulálni, meg lehet itt olyan bölcsességeket kitalálni, amivel mindig megmondjuk, hogy nem jó, meg mi nincs, de meg kell mondani azt is, hogy mi legyen, és hogy legyen, és hogy milyen irányba menjünk, és nem csinálhatjuk azt, hogy fél évente, évente, vagy akár csak 5 évente átnevezzük az erkölcsi, vagy intellektuális, vagy éppen gazdasági kapaszkodóinkat, és új hamis jelentésekkel ruházzuk föl éppen a pillanatnyi érdekeinknek megfelelően, mert így teljes kétségbeesés, boldogtalanság lesz. A gazdaság is, vagy éppen az oktatás, vagy éppen egy család boldogulása is mindig a stabilitáson alapul. Azok a törekvések, amik hamis jelentéssel ruháznak fel, nem csak néhány tíz éves, hanem akár 1000 éves fogalmakat is, mert jelen pillanatban a magyar kormány kommunikáció nagyon is serény ezen a területen, azok nem, tehát ilyen törekvések nem alapozhatják meg egy stabil és működő társadalomnak a fundamentumát. Hát én azt gondolom, hogy azt mondani, hogy Magyarország le van szakadva. Tehát ez így jó hangzik meg. Magyarország, tehát itt a legnagyobb probléma egyébként, jóléti problémák vannak. Mind egészségi szinten, mind a társadalomnak a szellemi működésében tipikus jóléti problémákat mutat a magyar társadalom. De abban igazat adok a Zolinak, hogy Magyarország helyzete egy nagyon érdekes, olyan szempontból, hogy valóban történik egy, mondjuk úgy ilyen hatalommaximalizálás bizonyos fajta keretek között. Én ezt nem mondám, hogy ez nem demokrácia, tehát ezzel mindig... Határozottan azt állítom, hogy nem a demokrácia szenvedcsorbát, hanem a köztársaság inkább. Hatalommaximalizálás van, és ez van az üzleti piacokat illetően is, ez így igaz. Hát... ez meg azért nehéz, mert kicsi az ország. Tehát, hogy külön választani egy gazdasági és politikai teret, az sokkal sikeresebb egy nagyobb méretű országban. Lásd az Egyesült Államok. Amíg például Kínában ugye egy központosítottabb modellt látunk, mint az, egy kommunista ország, az egy császárság, csak most éppen kommunizmusnak hívják. Tehát ez mindig is császárság volt. Ezért mondom, hogy az emberek mindenhol úgy élnek különben, ahogy akarnak. A legnagyobb tragédiája a magyarság, pont úgy él, ahogy szeretne. De nehéz. Tehát az igazság, hogy viszont, amikor a... Tehát ez nem lehet elvenni az Orbántól, hogy remekül építette föl az egészet, amit fölépített, viszont ez egy olyan kibillent szituációt idézhet elő, tehát nem mindegy, hogy élek a hatalmammal, vagy visszaélek. Ez egy nagyon fontos kérdés. És ez a gazdasági területen, én azt gondolom, mint gazdaságba dolgozó ember, szóval én most megint előjöhetnék, hogy most megint emeltek 200 000-eket a nettó fizukon. Ezt megint csak tudom, de most nem jövök ezekkel, mert ezzel csak kiakasztok mindenkit, a kommentelőket is, de való igaz, hogy bizonyos szintig működik egy szabad
piac, ahol dolgozni tudsz. Ez így a KKV-szektor, tehát a kisközépvállalkozás. A középvállalkozásat nem azt értem, hogy nem csinálsz 1 milliárd forintot egy évbe, vagy akár 5-öt, vagy 10-et, nem. Tehát, hogy de bizonyos szint fölött ugye megjelenik a hatalmi pozíció, és ott érvényesítenek érdekeket. Őszintén szólva, ezt is megértem, és elfogadom az ország mérete miatt, bár ebből egy csomó minden elágazik a véleményalkotás terén, meg ilyen-olyan szabadságokat illetően, de azt gondolom, hogy azért ez Magyarországon nincsen gátolva, sőt, nem is akarják. Tehát amíg ez nem jelent igazi veszélyt vagy problémát, szerintem ezzel nem lesz gond, illetve aki ismeri a magyaroknak a gondolkodását és Magyarországot, ő nem akar diktatórikus módon hatalmat gyakorolni. Tehát pont a Kádár rendszer a példa erre, hogy az elején ilyen nagyon kemény volt, de azért mire mi más srácok voltunk, az nem volt olyan, tudom, vannak ilyen hősök, akik harcoltak, meg börtönökbe ütek, de ez nem volt jellemző. Tehát mi viszonylag vidáman jártunk a Balatonra, meg jó életünk volt. És tehát az a lényeg az egésznek, hogy ez érthető, hogyha ilyen törekvés van, viszont azt is tudni kell, hogy mikor emberek fölépítenek valamit, ahhoz ragaszkodnak. Tehát sokszor ezeket nem ügyesen csinálják, nem tartják meg a menedzsmentet, elengedik azt, aki fölépítette a céget, stb. Tehát cégeket máshol is vásárolnak föl, nagyobb cégek, vagy épp állam, bármi történhet. Tehát ilyen folyamatok mindenhol játszódnak. Azért mondom, hogy nem kell túl tragikusan megélni a helyzetünket. Azt gondolom, hogy mindig van hatalmi tényezőnek mind csiszolni, mind formálni, nem kell örökre elátkoznunk magunkat, és egymás se. Hanem amit mondott a Zoli, hogy beszéljünk arról, hogy mi a jó, hogy kéne csinálni. Én tehát ez ügybe érdemes kommunikálni, finom hangolásokat érdemes csinálni, és nyilván egyébként olyan módon lehet hatalmat gyakorolni, ahogy az ország lakossága megkívánja. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Hogy ennek az országnak valamiért így van berendezkedve a tudata, és ezt kérik. És akkor itt tovább mennék a következő témánkra, a Fidesz népszerűségére, hiszen a Republikon felmérése szerint évek óta nem látott mélyponton van a Fidesz, 37%-on állnak a pártválasztók között, és itt felmerül az a kérdés, hogy persze most volt itt ez a kegyelmi botrány, ebből következik, hogy azért csökken a Fidesz népszerűsége, de ez most ez egy ilyen átmeneti állapot, ami akár már júniusra megváltozik, és visszajönnek ezek a bizonytalan szavazók, vagy ennek lehet egy olyan hosszú távú jelentőség, amit megérezhet a Fidesz. Kezdhetem most én? Most? Mondjátok. Nekem első számú dolog az, ezt ki is posztoltam, hogy szerintem ez a K. Endre ügy a magyar társadalomnak a legrosszabb arcélét villantotta meg. Tehát olyan szörnyen viselkednek egymás az emberek, és olyan szörnyű szintre ment a kommunikáció a virtuális térben biztosan, és az egymásra nézegető szemek szintjén, hogy az tragédia. Tehát ez marhára nem arról szól, mint amiről kéne, hogy szóljon. Teljesen érthetően a Fidesznek volt népszerűségvesztése, tehát amivel nekik szembe kell nézniük, hogy az a én, mint törekvő buddhista, én nem nagyon szeretem ezt az erkölcs, nagyon magabiztos erkölcs, meg morál, meg etika, mert magát mindenki nagyon jónak hiszi, és akkor lehet, hogy éppen szörnyetekként viselkedik, de... Erre gyorsan hagyják, aztán hagyom, hogy végigmond, tehát nem szerintem normális esetben egy moralista az egyáltalán nem magát gondolja, hanem van valami külső mérce, amihez igyekszik tartani magát. Ez az olyan, hogy van egy vasrúd, amiben belekapaszkodhat, és egyáltalán nem magát gondolja a vasrúdnak, hanem van egy mérce, amihez igyekszik tartani magát. Abszolút, ez a normális szerint. Ezt elfogadom, csak sokszor a vasrúddal fejbevágják az embereket. És de ez az én látásmódom. Tehát totálisan elfogadó vagyok minden szemszöggel. Minden esetre, amit morális, etikai, erkölcsi alapnak állított föl a Fidesz, amire megfogalmazta magát, az jó ideje azért úgy sérüget, tehát mindig történtek ilyen dolgok, de hát emberek vagyunk, tehát nincs olyan közösség, ahol nincsenek ilyen dolgok, de most ez, és nem azért, mert ez a K. Endre ügy az ügy,
Nem ez az ügy, tényleg önmagában nincs nagy jelentősége. Nem ez az ügy, ami a rávilágított, hogy hú, gyerekek szenvednek, meg éheznek, meg bányába dolgoznak, meg megerőszakolják őket, meg néha levágják a fejüket, ilyen is van. Van olyan ország, ahol bemegy az egyik vallás ember a másikéhez, és levágja a saját anyja szeme láttára a fejét a gyerek. Ilyet is csinálunk mi, emberek bizony. Elmondom. Tehát nem a K. Endre ügy, ami erre föl kellett volna hívja az emberek figyelmét, de mégis a politikai szintéren ütött egy ilyen lukat. És nem olyan lukat, ami, hogy most jaj, összeomlott a hatalmi struktúra, meg kiözönlöttek az emberek, és ez miatt lógjanak a királyok felirata. Nem, de ez egy ilyen, ez amikor elkezdik korrodálni a jelenséget. És itt bizony nagyon keményen bele kell nyúlni a játékba, mert lehet látni, hogy kapkodás van, hogy húha, az egész fundamentum sérült. Egyetlen egy mázli van, illetve két mázli is tényező van. Az egyik az az, hogy a szemben elhelyezkedő oldal egyrészt nagyon agresszíven reagált rá. És most is nagyon agresszíven csinálja, és használni akarja a jelenséget, és ez visszás. Tehát nem az együttérzés hangján szól, hanem nagyon erőszakos politikát alkalmaz. Tehát ezzel magára vesz a történetből. Illetve a szemben elhelyezkedő influencerek közül nagyon sokakat könnyű odahúzni a történetbe. És ezzel már sikerül a károkat hát helyére rakni, tehát hogy nincsenek akkora károk. A másik pedig az, és ez van a választások mögött is mindig, hogy a magyar ember, bár szereti játszani az erkölcsőzt, meg mindenkinek a ítélő bírája, de elsősorban a hasával, meg a pénztárcájával szavaz. Vagy ha adtak neki valami. Mivel Magyarországon valljuk be, tehát olyan nagy ideológiákat nem, tehát itt ilyen vérvad kommunisták, meg vérvad keresztények, meg ilyen elvakult liberálisok, ez nem olyan tömeg, érte? Nincsenek. Az ember, az átlag ember azt nézi, tudok mit tenni? Van fizetésem? Meg tudom nézni a tévében a 56 csatornát? Meg. Amíg ennél nem kapok jobb ajánlatot, addig engem nem érdekel, hogy a Cseh Katalin mit nyarvog érted az Európai Parlamentben. Én meg pont emiatt gondolom azt, hogy amit most mondott a Laci, hogy szerintem nincs sok erkölcsös Magyarországon. Nyilván ebbe az is benne van, hogy egy picit is józanabb valaki, akkor belegondol, hogy neki van-e bármi alapja arra, vagy jogalapja, hogy ő erkölcsösködjön-e. De nagyon-nagyon fontos az, hogy egy ilyen építmény, ami most ugye láthatóan elkezdett repedezni, nyilván az emberi tökéletlenség miatt kezdett repedezni, ugye 14 éve, vagy már több mint 14 éve, nem, hát most lesz 14 éve, úgy áprilisban, hogy gyakorlatilag teljhatalma van Magyarországon a Fidesznek. Annyira sok jó példával szolgál a Biblia, vagy a történelem, ha úgy tetszik, és ezek történelmi tények, hogy egyébként a legjobb nézzük meg a forradalmakat, vagy a forradalmak tiszta szívű, bátor, önfeláldozó vezetői is milyen szörnyetegekké válnak. Tehát nem véletlenül van az kitalálva, a liberális demokráciákban az a szabály, hogy valaki mondjuk két terminuson keresztül lehet miniszterelnök, vagy a teljhatalmú uralkodó, és nem lehet olyan úgy kijátszani, mint hogy mondjuk az oroszok kijátszák, hogy jó, akkor most én leszek a köztársasági elnök, és aztán 4 év múlva megint én leszek a miniszterelnök, tehát nem lehet ezeket kijátszani. Az van, hogy nem eszembe jutni, ugye Dávid és Becsabő történt. Tehát Dávid, aki 8. fiaként született ugye egy pásztor családnak, és az úr kiválasztottja volt, és makulátlan életet élt, a nem tudom hány éves vagy évtizedes teljhatalom birtokában már nem tudta magának azt mondani, hogy állj eddig és ne tovább. Tehát előtt, és amikor képes volt megöletni gyakorlatilag Úriást, a hadvezért, aki valószínűleg egészen közel ismerőse és barátja is volt, azért, mert szerelembe esett a feleségével, csak azért, hogy megköpje a feleségét, akkor eljutunk, akkor az Isten kiválasztottja is, vagy ha úgy tetszik, a tökéletesebbnél is tökéletesebb ember is eljut egy ördögi állapotba, és ezért tilos az,
hogy valaki ilyen sokáig, vagy egy, akár egy személy, akár egy szűk kör a hatalmat a kezében tartsa, és mindent meg kell tenni azért, hogy bármi is történik, ez legalább 8 évente rotálódjon, mert ha nem, akkor egyre több ilyen csontváz esik majd ki a szekrényből. És ezen a ponton, hogy jelezem, hogy itt rádiónak van egy főhős nevű műsor, ahol a bibliai főhősökkel foglalkozunk, úgyhogy aki például Dávidra kíváncsi, az utána tud ennek nézni. Még akkor egy nagyon röviden térjünk rá a két farkú kutyapártra, hiszen itt egy nagyon érdekes jelenség volt az utóbbi napokban, ugye Kovács Gergely és a kutyapártnak a két társelnöke lemondott, hiszen nem engedélyezte a párt tagsága, hogy az előválasztáson elinduljanak a 12. kerületbe, aztán végül a tagság meggondolta magát, visszajöttek Kovács Gergelyék. Amikor bejön ez a választási matek, és egy viccpártnak komoly esélyei vannak arra, hogy mondjuk bekerüljön egy önkormányzatba, akkor megszűnik viccpártnak lenni? Vagy van esetleg egy olyan lehetősége még, hogy meg tud maradni ennek a választási matek és az olyan alkuk mellett is? Ez a politika. Tehát az a baj, nézd meg a figurákat, aki a politikába megy és a politikába játszik, az politikus lesz. És politikusokkal fog találkozni, és azokkal fog alkut kötni, és előbb-utóbb föl fogja venni a rendszert, és meglátja a forrásokat, stb. Tehát ugye itt vissza a forradalmakhoz, mert ez egy jó példa volt. Tehát, hogy mi a forradalom? Következő. Piramisszerűen épülünk föl, mint társadalom. És lefele folyik a kaki, fölfele meg megy a pénz. És mikor túl sok a kaki len, akkor akik a kakiba ülnek, ott is vannak tehetséges emberek, és elkezdnek gondolkodni, hogy mennyivel jobb lenne, ha én osztanám el ezt a forrást, ez sokkal igazságosabban tudna menni. Ez teljesen igazságtalan, hogy itt ülünk a kakiba. Egyre több embert meggyőznek róla, fölhördül a tömeg, fölmennek a csúcsára, szétvágnak mindenkit, azok lehullanak a piramis aljára, ők meg fönn megülnek. És mikor első nap megnézik a forrásokat, akkor nézik, hogy igen, jó lenne adni arra, meg erre, meg amarra, de inkább ide rakjuk, mert jobb helyen van. És kezdődik előről az egész. Tehát egyébként ezért érdekes ugye ez a demokrácia, vagy királyság, vagy akármilyennek a viszonya, mert nagyon érdekes, hogy meg tud működőképes lenni. Vagy hogy hol van az a pont, ahol egyensúlyban a világ. Na most ugye a kétfarkú kutyapárt is emberekből áll. És ülnek, kétfarkú kutyáskodnak már évek óta, szépen elmentek az évek, ők se tinédzserek már, érted? Benülnek egy önkormányzatba, látják, hogy mi van. Tehát ez ugyanolyan, beszéltünk itt mindenféléről, mindig fölhozom, hogy lombkorona sétányokról beszéltek hónapokig, teljesen jogosan, annak ellenére, hogy Hungarikum, de arról nem beszél senki, hogy a 8. kerületben a csávó, a polgármester mikroparkokat csinál. Lerak 3 kaspót, belerak földöt, az kinő belőle 4 cserje, 3 millióért. Hát figyelj, ebből csinálok 20-at, és már jó vagyok. Tehát mikor benne vagy egy ilyen politikai... Meg a térkövezés, nem? Az az új olajszőkítés. Én azt igen, látom, hogy benne vagyok egy politikai tényezőben, ezért mondom, hogy nagyon vigyázni kell. Tehát nézd meg, mindig mondják, hogy nem szabad a külsőre figyelni, mert belsőbe számít az ember. Nem, nézd meg, hogy a politika az embereket hogy alakítja át külsőleg. És belsőleg is. Hát az oda-vissza. Ez így van, tehát a tartalom és a forma egysége, így van. Tehát amikor megnézed a Csillagok háborúja, tehát hogy milyen zseniális alkotás, annak ellenére, hogy milyen bárgyúnak tűnik sokszor. Hogy nézd meg a szitteket, hogy attól a korlátlan hatalomtól a film hogy mutatja, hogy hogy alakul át a külsejük. Nézd meg a Jediket, amikor szintén egy nem tudásban vannak már, mert azt hiszik, hogy védenek valamit, és annyira elvakulnak a saját maguk szentség tudatát, hogy a romlott dolgot védik, és megvárják, míg lehullik. Tehát, hogy most én nem sem megkövezni nem tudom őket, én már sokkal előbb erre az útra léptem volna a két farkúnak helyében, mert most ezt nem lehet, hogy most... táncolok is, de meg közben nem is, meg nem is, hát akkor... Hát, hogy a bölcsember mondja, ugye nem akarok, pláne ebben a rádióban nem akarok trágárkodni, hogy
inkább szépen mondom, tehát nem lehet egyszerre szerelmeskedni is, és szüzen maradni is. Igen. Tehát valamelyiket el kell dönteni, hogy melyiket választom, és azon az úton megyek tovább, és nem tud nem eszembe jutni annak idején, hogy milyen reményekkel, és milyen sokan bíztunk benne, amikor annak idején Schiffel létrehozta a Lehet más a politika elnevezésű pártot, ami hát még ilyen mikro méretekben, de még most is létezik, ugye, ez az LMP. De már akkor kiderült, hetek alatt, nem hogy hónapok, hetek se teltek el, onnantól kezdve bekerültek a parlamentbe, amikor kiderült, hogy nem lehet más a politika. Tehát, hogyha te politizálni akarsz, ez van. Akkor te politikai párt leszel, és nem lehet úgy csinálni, mint hogyha nem az lenni, és nem lehet elugrani a kihívások elő, nem is szabadna szerintem. És mi sem ugrottunk el a kihívások elől ma. Cutor Zoltánnak és Dopmennek köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük. Mi is köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Ez volt már a Feedback, a Hit Rádió hírelemző műsora, és arra kérem önöket, hogy a komment szekcióba fejtsék ki a véleményüket, de ezt minden esetben kulturált módon tegyék. Én Jakab Balázs voltam, viszont látásra köszönjük a figyelmet. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!